Kedves nézőim és utcai, újra itt vagyunk, és folytatni fogjuk a Mustang nevű játékot. Jó, nem a Mustang nevű játékot fogjuk folytatni, hanem a... cuclét. Na, 7000 dollárt kerestem. Úgy tartottam normálisnak, hogy akkor ennyit. Szerintem ennyi elég lesz a játékho. El kellett vállalnom pár cuccot. Láthatjátok, hogy mik azok, amik kellene később. Nem tudom, hogy most úgy csináljam, hogy fokozatosan megyem a dolgokat. Vagy kb. Az elmenne fél óra egyébként, hogy akkor én most fékpofa, és akkor beírom, hogy fékpofa, és akkor abból egy van, akkor veszek egy jót, akkor a régit eladom. Vagy emelk a motor, üzemanyagpumpa, önindító, olajszűrő. És akkor beírom, hogy nyomok gyorsan egy T betűt. Alkatrész volt. És akkor olajszűrő. Inkább azt írom, hogy olajsz. Olajszűrő. Olajpumpa, vagy mi volt? Olaj. Na. Nem? Akkor az üzemanyagpumpa volt. Ja, üzemanyagpumpa. Meg... mit tudom, mi volt így hirtelen. Üzemanyagpumpát el is adhatjuk. Rendben. Önindító olajszűrőt eladhatjuk. Olajteknő, jó. Akkor kell egy önindító. És akkor lényegében ezzel megy el 20 perc. Ön indító. A V8-as kell szerintem. Ugye? Ja. Oké. És akkor ezt megint eladjuk. A végét. Olajteknő. Oké, kell egy fekvő csapágy csésze. Megnézzük, mennyi van belőle. Fekvő. Ja, egy. Jó. Akkor egyet kell csak venni. Fekvő csapácsésze. Felső csapácsésze. És akkor... felső. Csapágy. Ezek eddig elég jó dolgok voltak. Oké. Okay. Ezt megint eladjuk. Megint elmegyünk, hogy motor. Oké. Okay. Kerék légszűrő, légszűrő. Ilyenem már van. Ebből meg tudod, csak egy kell. Kerek légszűrő, egy torkú. Kerek. Kerek légszűrő. Újabb billentyűzetem is nagyon fura. Meg ráadásul nem magyar, ugye? Hanem rendesen izé. Tehát ahol az ő, a hosszú ű van, ott ilyen kapcsolós zárójelek vannak. Na. Karburátor, jó. Szívsor. Szelepfedél. Szívsor, szelepfedél. Miért olyan, mintha fölhúzná ezt a tabletet a kezére, nem? Olyan hangja van, mintha fölhúzná egy ilyen kabátot. A hosszú itt, meg ugye mondtam, hogy be kell írnom, hogy alt 171. Szívsor. Ú, egy torkú. Szerintem egy torkú kell. És akkor megint meg kell írni. Egy torkú, igen, meg szelepfedél. Szelep. Szelep fedél. Nem R4, hanem a V... ez. Jó, tudja, hogy kellene gyertyák.
gyújtó. Kell belőle 8, vagy 6, mit tudom én mennyi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gyújtó tekercs is kell, tuti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-et vettem. Oké. Jó. Akkor szívsor megvan, szelepedél megvan, szelep himba. Abból van egy pár, megnézem mennyi kell. Szelep. Ja. Nem lehet bele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 14, hát 16 darab kell, tehát akkor 8, 8. Megnézem mennyibe kerül egy aztán. Szelephimba, bazdmeg, ilyen hülyesége. Na. Szelephimba. 15 dollár. 10 az már 150 dollár, mindegy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Újat veszünk, nem izélünk. És akkor állapot az itt lesz. Csak eladjuk mindet. Remélem jó hangos nektek ez a hülyeség. Na, full 100. Jó. Akkor szelepemelő rúd, abból is kell szerintem. Gyújtógyertya meg 6. 6 darab kellett. Aha, nem. Jó, kell aksi, főtengely. Motorblokk. Hát szerintem ez lesz a legtöbb, úgyhogy motorblokk, főtengely, aksi. És akkor elkezdhetem beépíteni a cuccot. Motorblokk. 3500 dollár, halljátok. Nekünk ezt kell. 2500 dollár. Főtengely. Ezt kell. Csak 180. Jó, akkor kezdjük el a beszerelést most már. Motor. Összeszerelés. Motorblokk. Yeah. Valószínűleg dugattyúkat is kell majd venni. Akkor főtengely. Dugattyú. Nézzük meg, dugattyúk azok, hogy állnak. Nehéz, még nem találom az ő betűt, vagy hosszú út. 300 dollár? Remélem jó állapotban vannak. Hét, nyolc, igen, egyértelmű, nyolc. Nyolc dugattyú. Hát... megnézzük. Egy, kettő, három, négy. Jó, vettem négyet. Igen, és akkor ezeket el tudom adni, mert direkt azért választottam négyet, hogy legalább akkor ne legyen narancssárga, csak sárga.
Hops. Csak két. Jó, na nézzük akkor. Összeszerelés. Hát lényegében minden kell. Azt szintén felülről tudom belerakni. Úgyhogy most felülről fogok dobolgozni. Összeszerelés. Dobatjuk. Jó. Mondjuk csináltam volna úgy is, hogy akkor... Jó, hát... Megnézzük. Milyen szép, hogy új, mi? Oké. Ja. Oké, gyertyák. Azok is újak kerülnek akkor bele. Meg ezek a ugye szeleprúdok. Ebből is kéne 16 darab. Szeleprúd. Ennyit írok be, hogy rúd. Ja, ebből kéne. Jó, ez nem drága. Egy, kettő, ebből is van új. Kész. Egy. Kettő. Mindent megjavítottam egyébként, amit tudtam volna. Tehát ezek igazából nem tudtam volna ennél olcsóbbra csinálni. Úgyhogy ennyit tudtam megjavítani. Nem, mert nem fog kiadni semmit, mert ugye tényleg darabokra szedtem, úgyhogy a legapróbb dolog is, hogyha hiányzik, akkor már nem indul az autó. Milyen szép új cucc. Jó. Na. Akkor jönnek a gyertyaszelepek. Gyertyaszelep? Miket mondok? Nem tudom, hogy le kéne. Ez milyen állapotban van? Ezt le kellett volna venni. Mindegy. Most ha ilyen sárga dugattyúkat raktam bele, akkor nem hiszem, hogy most ez a kis rózsdás szar lesz. Jó, összeszerelés. Aksit kell majd venni. Az aksi mennyibe kerül? 170 dollár. Jó, akkor azt ide le is rakom. Új aksit kapott. Jó. Akkor kell egy hengerfej, gondolom ez is 5000 millió dollár lesz. Ugye hengerfejkkel. Ja. Kezdünk kifogni a pénzből. De szerintem a legdrágább dolgokat megvettem. Dugattyú 300 darabja. Ezt minden 8-at ki kell cserélni. Szívsort már megvettük. De ugye nagyon sokat spórolhattunk. Karburátor is. Zsír. Megkapta az új szűrőjét. Hops. Eladtam volna. Kerek légszűrő. Házfedél. Légszűrő.
szűrő. Nagyon rossz. Légszűrű. Jó van, a szűrő is van inni légsz. És... aztán már megvan. És kész a légszűrő része. Oké. Berakjuk ezeket. Nem. Még mindig így. Megyünk tesztpályán, aztán megnézzük, mik a legapróbb dolgai. $700 van. Remélem, most már nem fognak kitalálni semmilyen drága mulatságot. Aztán hátulján minden kész van, ugye? Én úgy emlékeztem, hogy az előző részben a hátulját azt teljesen kipofosztuk. Tehát a lényegében... ja, egyébként elfelejtettem mondani, hogy rájöttem, hogy lehet eladni, tehát tényleg lehet eladni, megnyomjuk az U betűt, és akkor most 22.000-ben áll a... az autó. Tehát most van majdnem annyi, amilyennyire vettem. De úgyhogy egy halom alkatrész hiányzik még. Tehát lényegében 25.000. 27, de 32.000 lesz akkor rajta a cuccidé. Mentünk bele olajat. Nem, még nem mentünk bele olajat. Dugatjuk a nizének, hogy szarok lesznek. Oké. Okay. Jó, ebből is van új. Ja. Várjál, szétszerelünk. Nem kell? Először ezt rárakni? Mindez szerintem nem muszáj. Nem, hogy hiányzik egy gyertya is. Oké. Szervó kormány szivattyú. Uha, ez tudja, hogy drága lesz. Szervó. Hát, mákon van. Vát! Rosszat vettem? Basszus. Szűrő. Tudom, nem igaz, hogy nincsen nekem. De úgy volt, hogy vettem, nem? Nagyon kezdünk kifogyni, gyerekek. Ezért műtengely az új. Vezérbőkerék. Jó lesz ez, 70% van. Vezérbőláncot muszáj vagyok újat venni. Vezérműlánc. $65. Csak egy lánc, érted? Amit láttak, hogy 100%-ig is nem vettem meg, akkor az a megjavított verzió. A vízpumpát kell vennem, az is $5000 lesz. Víz. Pumpa. Ó, nem, hál' Istennek. Vízpumpatársát is kellene viszont. Jó, csak $15, annyit még adok érte. Főtengely színtárcsa. Istenem. Gyújtás elosztó.
Főtenger szintárcsa, vagy mi gyújtás szint, vagy mi volt? 200 dollár. Fasza. Értem. Gyújtás elosztó. Nem találom. Gyújtod. Na. Kábel. A rengetegben. 95 dollár. Csak egy szaros kábel, érted? Kiakasztó. Hűtő. Az legalább működik. Oké. Már nem tudom, mit nézi rajta. A generátor. Jó, az legalább működik. Oké. Rengeteg minden hiányzik még. Szóval meg sem tudom menni, mert már 300 dollárom nincs. Kell még a propeller. Jó, nézzük akkor fönt a karosszériát. Hova lett? Kerék. Az új. Gumipersejék, ez is kéne menni. Minimum 8-at. Ez is van új, hál' Istennek. Hűtőbordás tisztárcsa. Minden ami új, azt még lerakom. Oké. Ebből is van új, hál' Istennek. Ezeket is mind meg tudtam javítani. De nem mondom még egyszer, hogy hál' Istennek. Igen. El kell vállalnom még valamit, mert ez így nem lesz jó. Mind meg kéne venni. Ez. Ezeket is. Ezeket is. Hát lehet kifogytam. Itt még van egy. Olajszűrőt még be tudom rakni. Akkor megnézzük még a összeszerelés. Ahhoz meg... Ja. Igen, rögzíteni kell a tengelyt. Ja, igen, ezt... Ezt hettem meg. Csak így tudom majd az olajtank... Olajteknőm is, hál' Istennek. Belerakhatom már az olajat szerintem. Nem fog kifolyni, mert most nincs bent valami. Még anélkül. Jó. Hátul akkor lényegében minden megvan. Vagy nem? Nem. Rohadtul nincs még meg. Hát vált. Ó. Ó. Hát gyerekek, ez nekem még kell pénz. Még mindig nem működik jól. Jó, akkor nézek valami gyorsan, hogy meg tudjam csinálni. Jó.
Jó lesz ez, ezen nem sok minden van. Dirai Imperator, hozok valamit inni. Van almám. És nekem kell az alma. Na. Nem néztem meg, csak láttam, hogy nem olyan sok. Az igen. Nem is tudom, hogy ilyen autó is van benne. Na, mit kell csinálni? Újra fényezni gyári színnel. Sérült karosszéria javítása, belső autó, ajtó. Ó, fasza. Fasza, mert ha csak tényleg karosszéria baja van, akkor azokat. Mik vannak még? Csomagtartó, első lökhárító, hátsó lökhárító, jobb első. Ezt gyakorlatilag mindent vegyek le? Jó. Nekem nem kell mondani többször. Igen. Javítani kell? Hibás alkatrészek. De ezeket tudom javítani ingyen. Remélem mindent tudok. Zsír. Wow. Jobb hátsó lámpa, bal hátsó lámpa és bal fényszóró. Még ez kell. Jobb hátsó lámpa. Bal hátsó lámpa és bal fényszóró. Nem biztos, remélem tudom őket javítani, és nem kell újat venni. Ja. Zsír. Wow. Kész is. Viszont a gáz az, hogy nincs pénzem lefújtatni. Tehát ezt így mennyire? Na mindegy, majd. Gyári szint akar, az csak 500 dollár, nincs annyi. Tehát 500 dollárom nincs. Így mennyi lenne? Így is 2050 dollárt keresnék úgy, hogy nem költöttem semmit. Újrafényezés gyári színnel. Nézek még. Utasítom mindet, megvárom, hogy kapjak még négyet. Egyébként, ja, jó néz ki. Dodge-nak néz ki egyébként. Motorhiba. A fú, azon nagyon sokat lehet szarakolni, nagyon olcsók az alkatrész a kis poszkinak. Újrafényezés. Mert vállalnék még egy ilyet, akkor tök könnyű lehetne pénzem. Fék problémák, hangos kipufogó. Nincs pénzem rá. Jó, akkor ezt muszáj így. Kerestem rajta 2050-et. Többet is keresettem volna rajta. Mindegy. Hangos kipufogó. Gondolkozok. Jó, ezt elvállalom. Tessék. Ja, nem is ittam, csak ide hoztam a cuccot.
Na. Mi a baja? Tehát ugyanúgy mindent le kell, motorháztató, jobb hátsó lámpa, jobb első lámpa. Jó, mindent. Rajtam nem újék. Ennyi. Gyorsan megjavítjuk őket. Láttam, hogy hűtő problémája van, mert innen láttam. Most levettem a izéjét is. Ja nem. Akkor bal első ajtót kell mennem. Meg hátsó lámpát. Jobb hátsó, jobb első, bal első ajtó. De várj, ez milyen típus? Katagiri, Kutsumoto, jobb első sárvédő. Katagiri, jó van. Tehát bal. Bal első ajtó kell. Oké. Jobb hátsó. És bal első sárvédő. Nem, jobb első kell. Zsír. Ezek megvannak, megvannak. Jó. Nem kell lefújni. Jó. Mi a baj a motornak? Húha, bazd meg, látom. Ismét alkatrész 2. Színe látom, melyik lesz. Ez lesz a váltó, konkrétan. Hú, borzasztó állapotban az autó egyébként. És a hűtő. Minden váltó probléma, felderítés és javítás, de csak két dolgot kell kijavítani belőle. Az a baj, hogy most a Mustanggal összekeverődnek a dolgok. Hűtő az nem probléma, úgy látszik neki. Hűtőventilátor se. Jó, menjünk egy tesztet, aztán nézzük meg. A tuti, hogy az lesz az tehát váltó, azt tuti, hogy az lesz. Úgyhogy el is rakom. Mindjárt menjen tesztpályát. Megmutatom azt is legalább. Nem kell kimenem tesztkörre. Most a féket teszteljük. Igazából annyira nem vészes.
Oké, most megnézzük, hogy milyenek a rugók, meg ilyesmi. Egész jó egyébként. Ahhoz képest, hogy milyen rozsdás szar. És megnézzük a hátsó dolgokat. Egész jó egyébként, hallod. Nem látok rajta olyan egetrengő problémát. Jó, az kétség kívül ki kell cserélni azt a nagy rozsdás szart, hogyha balemelőre rakjuk. Így most mennyi lenne már, ha... Tehát így is meg 2050-et kapnék érte, úgyhogy... Jó. Állapot felismerő. Utána elvittem tesztre, ezáltal már amiket letesztelgetett, az így megvan, hogy mi a probléma. De semmilyen felfüggesztés. Tehát ezt letesztpályán kéne. De mindegy, mert úgy tudom, hogy ez lesz a ludas, tehát... Ezt meg tud tízét készedni idáig. Általában nem kapsz listát, hogy mit kell kicserélni, akkor általában mindig azt kell nézni, ami a legrozsdásabb. Ne esetben ugye az a baszott nagy váltó. Csak váltót nem tudom mennyire fogok tudni venni. Remélhetően meg tudom javítani, és akkor nekem megint nem kerül pénzbe. Megcsinálni. Na, ahhoz, hogy a váltót leszedjem. Először ezt kell. Az önindítót leszedni. Ahhoz meg ezt. Első kardán tengelyhez meg azt. Tehát akkor át kell mennem a másik oldalra. Ohe. Szüntetni. Aztán ezt. Ezt meg hogy tudom eltűnni? Önindító csak a motortérből. Jó. Még nem fedezte fel. Most én nem fedeztem még fel, hogy mi a probléma. Motortér, igen. What? Nem értem. Oké. Végre lehet szerződni azt is. Kikapcsoltam egyébként a rádiót, mert borzasztó volt. Na, váltó lesz az egyik. De mi lesz vajon a másik? Megnézzük hátul is, mi a probléma. Hát, ha látunk valami baszott nagy rozsdás cuccot. Nagyon jó. Jó, megnézzük állapot, felmérés. És akkor F1-jel. Ugyan van már hibakódolvasó, meg kompresszor, úgyhogy ezekből meg tudom nézni a dugattyúkat, meg az ilyesmiket. Gyújtótekercs, üzemanyag befecskendő, ezek minden oké. Okay. Akkor kompresszor mód. Motorblokk, ezek mind egész jó állapot vannak a kinézetük alapján. Multiméterre az aksikat, meg ilyesmiket tudjuk megnézni. Hm.
Nem tudom. Akkor, hogy mi van? El kéne azt vinni tesztkörre. Lehet, hogy valami gömbcsukló esetleg. Az rozsdás nagyon. Rozsdás. Értem. Fék. Na mindegy, veszek egy új váltót. Ja nem itt van, hanem az alkatrészboltba. Váltó R4-es kell, üzje? Nem. Váltó. Ez. $650. Oké. Okay. El kell vinnem tesztelni, mert egyszerűen nem jövök rá, mi a másik problémája. Elindítót is akkor. Nem a kardán tengely, mert akkor kiírta volna, hogy mi van, nem is ezek. Hát ráférne később egyébként egy normális csere. És sárga cuccokat rakok rá. Színrésztem magam, az előbb kellemetlen. Jaj, nem néztem meg egyébként, a váltót meg tudom csiszolni. De nem került volna $600-omba. Mindegy, eladni el tudom, hogyha esetleg. Meg tudom javítani. Jó. Na, akkor így mennyi lenne? Itt már $5600, az már egész jó, úgyhogy még kíváncsi leszek, mennyiért elviszem tesztkörre. Azt sem mutattam meg még, hogy milyen a gyerep tesztpálya, gyártelep. What? Valamit még nem csináltam meg. Ja, hát nem raktam vissza a önindítót lényegében, amitől elindul az autó. Na. Itt szabad kezet kapsz, hogy bátran tud irányítani az autót, viszont ez kevés. Tehát tök jó lenne, hogyha ki lehetne venni vele a városba, esetleg el lehetne menni ilyen fesztiválokra, licitálni valamire, vagy nem tudom, valami. Érted? Megvan ennek a kultusza az ilyen feljavítós dolgoknak, meg vagy ilyen klasszikus autó. Emlékszem még a P1-esen. Pentium 1-es gépemen volt egy ilyen autószerelő játék. Ott például úgy kellett bütykölni, hogy versenyeztél. Tehát bütykölöd, versenyezel. Egyébként abszolút nem megy rosszul. Tehát amilyen szarul néz ki, meg amilyen minőségűek a alkatrészek, egyáltalán jól kormányozható. És megállás. Ott az annyira nem ment jó. És akkor a végén megkapok egy statisztikát, hogy lényegében mi a probléma. De nem jöttem rá, hogy mi az egy dolog, amit még ki kéne cserélni. Váltom belül. Lehet, hogy valami égszí, vagy valami ilyesmi. Az nagyon szét kéne szedni az autót. Akkor van baj, hogyha mit tudom én, az egyik égszí problémás, azt akkor nem tudsz rájönni, csak ha teljesen szétszeded az autót.
Katagari kacomot. Nem kacomot, hanem kacomoto. De, kacomoto. Kuplung tárcsa. Na, az kell nekünk. Az a szar. Váltó meg 100%. Kuplung tárcsa. Jó. Akkor most gyorsan megnézem, hogy néz ki ez a kuplung tárcsa, hogy tudjam, hogy kb. Merre keressem. Kuplung tárcsa. Az hátul van. Az hátul van. Az muszáj rá emelni. Egyébként megnézem, a váltót tudtam-e volna javítani. Nem. Akkor így is húsüvet kellett volna venni. De jó. Fel kell emelni. Ehhez viszont muszáj. Várjál. Lehet, hogy hülye vagyok. Aha. Ez itt lesz valahol. Nem látom, basszus. Tárcsa. Még a váltóba lenne. Itt lesz amúgy. Ezt kell szerintem levenni. Jó. Itt újabb szerelés lesz. Mit ír ki? Ja, semmi, csak a szokásos dolgokat. Jó, akkor most szerintem itt ezt kell. Szépeszítő. Nem. Akkor lehet, hogy itt kipufogó, ha nem én. Az a baj, most írta, nem tudom, hogy hol van az a váltó cucc. Mustangban tudom, hogy hátul, de hogy itt. Hát, felesleges is bármit csinálni. Jó, akkor megnézem a váltónál, ez mi. Folytó szelep. Ezt megnézem. Nem tudod sem eddig szétszerelni. Jó, inkább szereljük vissza a dolgokat. Most szarom le az kész 5000 ilyen. Csak akkor tudom, hogyha azt megcsinom, akkor még többet tudnék kasszálni vele. Megnézem még a váltónál, hát ha. Minden sárga kávé. Fújtó tengely.
Emlékszem, mikor legelőször elkezdtem a játékot, ilyen légszűrőt kellett kicserélni, meg ilyenek. Azok a leg... könnyebb dolgok, úgymond, meg olaj. Hé, hey, az égszi! Az égszi volt, tudta, hogy most a Mustangot raktam rá. Aztán ennyi. Jó, megpróbálom még egyszer akkor ezt a váltót, mert tudta, hogy ott lesz. Úgyhogy... az megint mindkét kereket szét kell szedni, meg minden. De remélem megéri. Hát látjátok, azt, hogy kicseréltem a váltót 600 dollárért, kerestem majdnem 3000 dollárt, úgyhogy... tovább nem is fogom basztatni. Jó. Oké. Oké. Itt lesz a váltóba szerintem egyébként. Jaj már! Nem tudod megint ne kell engedni. Megint fel. Remélem, hogy itt a ludas. Ja. Basszus, azt nem vettem észre. Mennyi a rohadáson itt. Ja, ez kell. R4-es kell. Nem mindegy, ugyanaz. Össze is szereljük, akkor azt elhúzunk. És volt nálam amúgy. Ja, mehet vissza majd megint. Aztán kész is. Ja, nem is kellett levenni féket, meg ilyesmit. Jaj, de jó lesz. Megérni, remélem majd ez a kis szüttyögés. Legyen jó, normális pénzem. Na. Akkor leengedjük, és akkor már kész is. Jó, most már legalább tudom, hogyha az a probléma megint, akkor tudom, hogy mit kell keresni. Na. 4900. De nem 5000 valamennyi lett volna? Na, akkor most már ennyivel, most már tudunk gazdálkodni remélhetőleg, úgyhogy folytassuk is. Hűtőbordás végtárcsa, hűtőbordás. Veszek kettőt. Kerék vagy záróból kell kettő. Oké. Fékbetétből kell kettő. Ezek, hál' Istennek, olcsó dolgok. Féknyerekből kell kettő. Féknyerekből kell kettő.
Jó, így a másik oldalra már alapból nem lesz baj. Oké. Ennyi? Kettős kerék lengetelj. Kettős kereszt. Valószínűleg rugó is kell majd. Ja nem, mert ez maga a rugó. Nem. Első rugóm volt. Silapítóból kell valószínűleg kettő. Első rugóból kell még egy. Első rugóból. Jó. Mi alakulunk. Kormánymű. Persze, hogy kell. Ilyen szarrával menve. Oké. Belső kormányrútból kell kettő. Aztán az is kell. Nem az van most. Oké. Felni. Oksi. Na, jobb oldal egész szépen kész van. Kipufogó leömlő. Fékszervó. Középső kifufogó dob. Jó. Első stabilizátor úr. Stabilizátor. Rúd. Oké. Okay. Stabilizátor összekötő rúd A és B is kell. Itt van. Na, bal oldal teljesen kész van, úgy látom. Vagy semmi gond nincs. Jó, átmehetünk akkor. Lenderkerék. Mondjuk az nem volt olyan rossz állapotban, de akkor mindent lecserélek. Lenger? Kerék akkor. Lendkerék, ja bocsánat. Kuplungtárcsa. Ha már ennyire bejelöltünk. Kumpung túlnyomó készlet. Ó, meg kinyomó szerkezet. Oké. Kuplung kinyomó csapágy. Váltó. Na, az vadonatúj. Jó, de jó. Kezd alakot tölteni már normálisan. Oké. Okay. Önindító vadonatúj. Zsír. Akkor... Fékszervót, azt nem tudom innen.
De miért nem tudom egyébként? Várjál, még előnézünk akkor. Akkor kezdjük el a jobb oldalt, nem? Várjál, itt még van egy... Ja, ezt is csak a felülről tudom. Hát jó, akkor kezdjük el a jobb oldalt összerakni. Két lengőkaros tengelycsonkház. What? Tengelycsonk. Nagyszerű. Jaj már. Na, az legalább működött. Alsó felfüggész. Akkor csak jól tudtam, hogy 2G-vel írek. Békel, ugye? Hát nem, persze, hogy az arkán. Jaj, azt hittem ilyet is vettem már. Tényleg mindenből vettem két, az kiderül semmi értelme. Stabilizátor összekötő rúl. B. Most A kell vagy B? Abból persze B kell. De hát olyat is vettem, nem? Hát direkt vettem. Jó. Akkor kerék vagy megint. Csak tényleg mindenből kell venni minden. Na itt legalább nincs szarakodás. Igen. Ja, még ez. Ebből nem veszek másikat. Nem lesz ez így. Amúgy szerintem nem lehet más felni tönni rá. Hiába veszek mást, csak ez a retro felni 3 jó hozzá. Na. Kezd normálisan kinézni. Kell még csinálni rajta. Hátul össze van dugva. Aha. Nagyon fontos, ki ne hagyjuk. Fékszervó teljesen működik. Ez kell még. Főtengely dísztársa, vagy mi a... Főtengely. X-i valószínűleg szar lesz. Ék. Mi kell? X-i... B. Kiveszik X-i át is. Valószínűleg majd az is kell. És jól tudtam. Motor propelleres. Na. Én úgy tudom, hogy most jó. Na.
Öntsünk bele olajat. Olajbeöntő sapka. Jó. Akkor megnézzük, mennyi olaj van benne. Tökéletes. Jó, van benne olaj. Elvileg akkor a dugattyúk jól fognak működni. Nézzük meg akkor, hogy működik-e. Próbálom hátul még így összerakosgatni. Tudjuk elvinni tesztre. Valószínűleg a motor problémák nem lesznek rajta. Úgyhogy... Ja, ups, ups. Retro felni 3. Hiányzik, igen. Kardán tengely, az is vadonatúj, hál' Istennek. Na, gyerekek, összeállt a dolog. Oké, még maradt 1700 dollárom, úgyhogy... Üzemanyagtank. Tudom, 300 dollár. Ezen akadtam ki az előző videóba. Jó. Remélem mindent helyére raktunk egyébként. Már nekem így nagyon hiányosnak érződik a dolog. Nézem, hogy mi változik. Jó. Akkor... Az autó félkész. Picsába. Tudtam, hogy még valamit kifelejtettem. Még valami hiányzik. Azért váltom, hogy lássam, hogy mi az, amit esetleg kihagytam, de szerintem elő van, amit kihagytam. Valami. Nem okés. Nézem folyamatosan, mi az, ami... Nézzük, kik vannak. Fékpofa. Váltók. Gyertyák. Gyújtótekercsek. Gyújtótekercsek szerintem.
De akkor nem tudtam volna rárakni. Ugye tényleg az hiányzik. Aha. Várjál, wow, volt. Ez nagyon kis frappán szar. Rögzítő fülbéj. Ilyen szarok miatt nem tudom elindulni az autó, érted? És mindent a helyére tettünk. Nem. Nem úgy akartam, mindegy. Utána elviszem tesztpályára. Fék teljesen jó. Már működő képes. Hátsó rész a legszarabb, de egész jó, úgy látom. Ja, nem, az első volt az előbb. Az is teljesen jó. Kis gumipersze hiányzik valahonnan. Négy helyről igazából. A többi egész jó. Na. Akkor... Kiveszem még ezt, meg ezt. Megnézem még mi. Ez is rozsdás. Meg ez is. Ha már itt karosszériáztunk az előbb, akkor megjavítom őket. Jó, el is basztam egyet. Hopsz. Bal hátsó lámpát akkor ki kell venni. Bal hátsó lámpa. Mi ez valami? Választhatok, hogy ilyet, vagy ilyet veszek. Ennek milyen van? Ilyen... Üzés. Nekem ilyet kell venni. De ez így hogy néz ki? Inkább lesz mindkettőn olyan. Tempes langyom. Bal hátsó. Jobb hátsó kell. Akkor ebből is ez. Lökhárító. Magnum, Lökhár. Nincs olyan. Magnum. Itt nincs, akkor az karosszériá meg most. Magnum. Smoke.
El tudom dönteni, hogy milyen legyen a kettő. Ilyen vagy ilyen. És milyen van neki? Egyik se az igazából. Jó, akkor veszek egy... Ne! Elfogyott pénzem! Basszus. Ne bassz már ki velem. Mindent eladtam. Na tehát 800 meg 800, az 1600. Akkor jobb fényszóró, bal fényszóró, tehát igazán. Itt már igazán megérdemel. Így. Ilyen kis pofája lett. Zsír! És volt 300 dollárom. Lefényezzem. Ahogy azt azért még szerettem volna. Mindegy. Na vigyük teszkőre, gyerekek! Egy kis gumipesseket ki kéne rajta cserélni. Aztán már fajn lenne. Legalább nem úgy néz ki, mint ahogy most a képen, hanem az egy kicsit másabb. Na, gyorsulás, szalon, meg ilyesmi. Ops, hál' Istennek ezeket már nem kell megjavítani rajta. Úgy megy, ahogy kell, nem lehet irányítani egyik játékba se. Mozog! Nagyon durván kormányozódik. Bazd meg. Nagyon fura irányítani. Na persze neki még. Ez nagyon... Még jó, hogy nem kell szarrá izé bütykölni, miután szétment. És miután ezt megcsináltam. Hát nem vezetni fogom ezt az autót. Mert kéne rá valami fasz a fényezés, és akkor megmutatom, amit az előző videóban nagyon megcsináltatok, hogy nem néztetek oda. Úgyhogy megmutatom magát a... És akkor végül is ennyi. Ilyen laprugó, lefogató, meg ilyesmiket. Na hát jó van. Most mennyit ér az autó? 57 ezret. $24,000 vettem. Rábasztom akkor 1500-at. Az olyan 25500. Meg 7000-et. Az 32500, meg most elbasztam rá 5000-et. Úgyhogy, hát még így is teljesen jók vagyunk. Ha mindent megcsinálnak 100%-ra, akkor nagyon sokat érne szerintem az autó. Jó. Jó van akkor. Szép hátsó lámpát kapott. A színében nem vagyok megelégedve, de nincs rá pénzem, hogy megcsináljam. Szépen látható, hogy új a motor. Teljesen jó. Minden.
Jó, mit akartam megmutatni? Akkor megmutatom a garázsban lévő autót, ami nagyon leszpoilereztünk. Nyilván ez pedig egy... Corvette C1-es. Igen, ha már Corvette, akkor... Úgyis, ha már van benne autó, akkor az első nyilván egy Corvette legyen, már nem? De... Úgyhogy... Ez volt a legelső autó, amit megcsináltam. Ezt teljesen lefújattam meg minden, úgyhogy szép kis autógyűjteményem lesz. Nem tudtam, hogy egy ilyen Dodge-fél autó is van benne, mint az előbb üzeltem. Na és akkor ez pedig a bal. Láthatjátok, egy Corvette C1-es. Nyilván ezek direkt úgy vannak megcsinálva, hogy ugye nem teljesen. Mint ahogy ez sem teljesen Mustang, mert a hátulja sokkal hosszabb, de arra hasonlít a leginkább, mint ahogy a Corvette is a... Nem Corvette igazából, de nagyon hasonló a C1-eshez. Ugyanaz a motor. Úgyhogy ez 45 ezret ér. Sokkal több rajta a sárga. Ez 45 ezret ér, az pedig 57 ezret. Tehát kurva jó, mert igazából így, ha már mind a kettőt eladom, az már egy elég szép cucc. Ezt el is adom. Megválok első gyűjteményemtől. El. Na, és akkor ezt meg elvisszük fényezni. Mert rohadtul idegesít ez a színe. Árnyalat. Legyen sár. Várjál. Fényelő. Na akkor így. Hol van a sárga? Itt a sárga. Nem, egyébként feketét szerettem volna. Azonban nagyon fényes. Na most már elbaszhatom úgy, hogy akarom. Jajaj. Jajaj. Nincs árnyalat. Fényerő sincs. Korom fekete. Na. Igazából mindegy, elbaszhatom a pénzt, amire akarom. Nem is rossz hófehéren. Ilyen rózsaszínes fehér árnyalata lesz. Úgyhogy... Szép, csak engem... Én nem szeretem az ilyen nagyon fényezettet. Tehát a matt fekete nekem tök jó néz neki. Jó a szeme egyébként, jó, hogy ezt választottuk lámpának. Meg a hátsó lámpája is elég jól néz ki. Hát ja, van még mit rajta javítani. 57 ezer. De ebből nem kapom meg az egészet. Tehát látszik, hogy leadózik belőle. Na, hát ennyi lett volna ez a Mustangi. Ha még szeretnétek, hogy mit tudom én, vállaljak ki el még autókat, vagy egy új, régi típusú autót, vagy egy másfajta autót,
újítsak föl, akkor írjátok meg, vagy hogyha elég volt, azt is. Hogy ennyi elég volt a szimulátorból. Én Szefi voltam, köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!